Székely Sándor vagyok, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom egyik alapítója, Pest Erzsébeti lakos. Azért jöttem a politikába, hogy társaimmal együtt felszámoljuk a szociális válságot. Azért küzdünk, hogy Magyarországon heti 40 órában is lehessen normális, jó munkabéreket kapni. Azért küzdünk, hogy a nyugdíjak normálisak legyenek, meg lehessen belőlük élni, ne kelljen mellette munkát végezni. Azért küzdünk, hogy mindenkit egyenlő, oktatási és egészségügyi feltételeket kaphasson. Pest Erzsébeten is azért harcolok, hogy veletek együtt, közösen felszámoljuk a szociális válságot. Küzdjünk együtt a 250 ezer forintos nettó minimálbérért, az 50 ezer forintos családi pótlékért, az 50 ezer forintos korpótlékért, és azért, hogy Magyarországon senkinek a jövedelme ne lehessen havonta 100 ezer forintnál kevesebb.